de azért manapság egy olyan világban, ahol van éves szint, vagy havi szinten mondjuk 8-10%-os infláció, azt mondják, hogy éves szinten, mondom, havi szinten 8-10%-os infláció, hát azért nem árt, hogyha az embernek az életszínvonala az nem stagnáló, hanem növekvő. Tehát az nem árt. Sőt, legalább mondjuk ilyen mértékben növekvő, mint amilyen mértékben nő az infláció éves szinten. Szóval lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy itt van más lehetőség. Tehát rájöttem arra, hogy az emberek ki tudják magukat válogatni, sőt, a vezetők is kiválasztják magukat. És egy teljesen olyan humán tevékenységgel tud az ember foglalkozni, ahol nincsenek azok a frusztrációk, mint amit mondjuk egy munkahelyen az ember beosztottként vagy főnökként megél. Ráadásul ugye a munkahelyeknek, vállalkozásoknak olyan problematikájuk is van, hogy korlátozott a jövedelem növekedés, és hát az nem baj, hogyha az ember nem igazán van korlátozva. És hát ugye rájöttem arra, hogy ugye most egy bizonyos dolog felől közelítettem, és ez az életszínvonal, de igazából ez azért fontos, hogy az embernek legyen egy megfelelő életszínvonala, hogy a boldoguláshoz az az akadály elháruljon, hogy az ember nem érzi magát anyagi biztonságban. És ez nem is nekem volt sose probléma, ez az anyagi biztonsági kérdés, hanem a nejemnek. Tehát a feleségemnek. És ugye sok esetben én azt láttam, mióta emberekkel foglalkozom, hogy a hölgyeknek ugye ez az anyagi biztonság, ez mennyire fontos, és mennyire tudnak hát rossz hangulatba kerülni azáltal a hölgyek, hogyha nincs meg az az anyagi biztonság. És ezáltal hatni a párjukra, feltételezve, hogy az férfi természetesen, hogy hát arra a férfira, hogy a párjára, hogy hát ő is azáltal, hogy a párja, feltételezve az, hogy nő, ezáltal ugye frusztrált, és így a férje is, a párja is frusztrált lesz. Jó, tehát lényeg az, hogy hát ugye én ebben a párkapcsolati kérdésben azért egy kicsit konzervatív vagyok. Szóval, lényeg, hogy hát ha a nő zaklatott az anyagiak miatt, akkor azt tudja, hogy zaklatottá teszi a párját. Ott biztos. Jó, tehát, uraim, egyetértetek? Ha látnátok, hogy a férfiak hogy bólogatnak. Szóval, ugye ezáltal én úgy gondoltam, hogy nekem kutya kötelességem, férfiként, hát megteremteni oda-haza az anyagi biztonságot. Igen ám, de ez nem mindegy, hogy mivel. Hát nekem alapvető dolog, hogy nem tudom, jártál iskolába? Muszáj volt, igen. Szóval én is jártam. És nagyon nem szerettem azokat a tárgyakat, amelyik nem érdekeltek, érted? Nem tudom, te hogy voltál ebben, de én nem. És hát ami nem érdekel, tehát nem szerettem, inkább úgy mondanám, nem szerettem tárgyakat, abba utáltam annak a tanulását is. Nem tudom, te hogy voltál ebben. Viszont azokat a tárgyakat, amit szerettem, ott képes voltam arra, hogy előre tanuljak, érted? Tehát ugye a könyvben jóval előrébb jártam, mint ahol a tanár tanított. És akkor ugye még innen a iskolákból jött az, hogy hát az embernek nem talán olyannak kellene foglalkozni, amit szeret.
és én úgy gondoltam, hogy ha már az életszínvonalról gondoskodik egy férfi, akkor nem olyan dologgal kellene gondoskodni, amit szeret is csinálni. Hát most gondold végig, hogy nem tudom, te mennyire szereted azt, amit csinálsz. Hát, ha sokkal jobban szeretnéd, biztos sokkal jobb kedvűen csinálnád azt a dolgot. Érted? És ez most független, hogy férfi vagy nő, mert ez mindenkire igaz. És ráadásul ugye mit látok ugye az embereknél általánosan, hogy hát általában amit szeretnek csinálni, abból nem élnek meg. Ezért olyan dolgot kell csinálniuk, amit ugyan nem szeretnek, de legalább megélnek belőle. Érted? És ez a két dolog, hogy szeressék is azt, amit csinálnak, és megéljenek is belőle, az ritkán jön össze. Van, akinek összejön, természetesen nem mondom, hogy nem jön össze, de nem sűrűn jön össze. De miért nem? Ugye van egy olyan dolog, hogy az ember, amikor megismerkedik valamilyen foglalkozással, ugye van két probléma. Ugye az egyik probléma, hogy mennyit fogok vele keresni, nem? A másik probléma az, hogy mennyire fogom szeretni. Mert amit szeret az ember csinálni, azt meg tudja tanulni, hogy jól csinálja. Érted? Tehát amit te szerettél, például amikor tanultál iskolában, és szerettél tantárgyat, abból biztos nem bukdácsoltál. Egyértelmű? És ez ugyanígy igaz a foglalkozásra. Miért nem hiszed el ezt? Hogyha valamivel foglalkozol, és megszereted, akkor azt jól fogod csinálni. Vagy lehet, hogy azért fogod megszeretni, mert jól csinálod. Most mindegy, honnan nézzük a dolgot. Érted? Tehát azt gondolják az emberek előítélet alapján, hogy emberekkel nem jó foglalkozni, vagy túl nehéz foglalkozni. Vagy találkozik sok olyan emberrel, aki csak problémát okoz neki, tehát problémát okoz neki, és azt gondolja, hogy hát a franc akar problémázó emberekkel dolgozni. Hát most gondoljátok végig, hogy mi azt csináljuk, hogy gyakorlatilag szűrjük az embereket, kiválogatjuk az embereket. Ők választják egyébként ki magukat, de az azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, hála Istennek, akivel az ember szívesen együttműködik, érted? És olyanokkal, hála Istennek, nem kell dolgozni, akivel nem működünk szívesen együtt. Érted? Na most gondold végig, hogyha neked mondjuk olyan, mindig olyan emberekkel kellene kapcsolatban lenned, akikkel szívesen vagy együtt, szívesen kommunikálsz, érted? És nem csak régebről, hanem újabbról. Mi lenne, hogyha mondjuk most vannak barátaid, ezt úgy képzeld el, mintha lennének, vagy vannak barátaid, és akkor ugyanúgy lennének új és új barátaid, érted? Barátaid. És akkor úgy, és akkor már nem annyi barátod lenne, amennyi most van, hanem már sok barátod lenne. És egyre több és több, és azokkal kellene együttműködni, és nem olyan emberekkel, akiket ránézel és már utálod. Érted? Szóval a lényeg az, hogy egy olyan lehetőség van itt számunkra, ahol ez így működik. Egy olyan különleges lehetőség, ahol gondold végig, az emberek, tehát olyan emberek vannak itt, akik akarnak fejlődni. Ez a szűrő. Ha te nem akarsz fejlődni, köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Érted? Milyen egyszerű. Akkor nagyon örülünk, hogy vagy, csak ne közöttünk. Ilyen egyszerű. Érted? Viszont, ha valaki szeretne fejlődni, vagy akar fejlődni,
hát akkor itt a helye. Ennél kedvezőbb fejlődési lehetőséggel a bolygón úgysem fogsz találkozni. Nyugodtan keresgéljél, csak vesztegeted az idődet. Na most mondok egy olyan dolgot, amit régen mondtam. Ez még nem régi rész. 4 területen lettünk piacvezetők a vezetésem alatt. Tudod miért lettünk mind a 4 területen piacvezető? Abból 3 pénzügyi terület volt. Tudod miért lettünk minden, a mostani területen is piacvezetők vagyunk, amit csinálunk. Tudod miért lettünk mind a 4 területen piacvezetők? Mert úgy sikerült kialakítanom mindig magát az üzletet, az üzleti részt, ami teljesen egyedi volt. Érted? Az első területen, a lakás biztosítás értékesítési területen lettünk piacvezetők. Tudod mi miatt? Hogy a lakás biztosítás értékesítési területen senki nem dolgozott előttünk hálózatépítéssel. Világos voltam. Utána önkéntes, mondom, önkéntes, nem magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári területen úgy levertük azokat a nyugdíjpénztárokat létszámba, akik mögött bank vagy biztosító volt, mint a húzat. Úgy lehagytuk. Tudod miért? Mert rajtunk kívül senki nem dolgozott, nem értékesített hálózatépítésben nyugdíjpénztárat. Világos voltam? Majd önsegélyező pénztárt is nulláról, ugyanúgy, mint a nyugdíjpénztárt elindítottunk, mármint annak a szervezését, a tagszervezését, ezt úgy hívták. És nálunknál akkor már jóval nagyobb önsegélyező pénztárok voltak, és tudod miért lettünk a legnagyobbak? Mert rajtunk kívül senki nem értékesített hálózati értékesítéssel. Oké? Ja, de te utálod a hálózati értékesítést? Ja, hát ha utálod, akkor menj olyan helyre, ahol sosem lesznek nagyok. Érted? Ilyen egyszerű. És ráadásul, mivel hálózatépítésben csináltuk, olyan eredményeket sikerült elérni a nyugdíjpénztár, vagy az önsegélyező pénztári szervezésben, hogy azóta se tudták lepipálni. Érted? De hát te azt mondod, hogy a hálózati értékesítés az rossz. Aha. Ha etikátlanok a tulajdonosok. Oké? A hálózatépítés területén a PPH 94-től folyamatosan itt van. Volt egy előző cégünk, de az csak ugye másfél évig működött, és abból, ugye ezt eladtuk, és abból abból nem lett, hanem ugye létrejött a PPH 94-től. Érted? 94-től. És 94-től hálózati értékesítésben értékesítünk, és 94-től lettünk 3-szor piacvezetők. Érted? Mert az első piacvezetői pozíció még az előző cégemből volt, amit eladtam. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy itt 94-től hálózati értékesítésben értékesítettünk, mindent, amit értékesítettünk, amit fő tevékenységben értékesítettünk, és abból akartunk ugye nagy eredményeket elérni, abban mind piacvezetők lettünk, és tudod, minek köszönhető? A hálózati értékesítésnek.
Ugyanígy. Most tanulunk. Van egy szolgáltatásunk, de kell, azért elmondanám, hogy kellett a hálózati értékesítéshez. Ugye a legelső hálózati értékesítésnél ott az csak rövid ideig voltunk, hiszen mondom, másfél évben belül az a cég el lett adva. Tehát ott rövid ideig voltunk piacvezetők, ma azt azon túlléptünk. De 94-től évekig voltunk piacvezetők, érted? És azóta sem tudták lepipálni ezeket a piacvezetői pozíciókat, még azon a területen pedig működnek önkéntes nyugdíjpénztárak, működnek önkéntes önsegélyező pénztárak, de létszámmal nem tudták elérni azt a szervezési eredményt, amit az én vezetésemmel elértünk. És ugye van még egy dolog. Az, hogy olyan szolgáltatásokat kerestem, amire az embereknek igényük volt. Érted? Igényük volt, és megkaphatták azt ugyan máshol is, de nem jobb feltételekkel. Érted? Tehát mi nekünk az jobb feltétel mindig az volt, hogy te amellett, hogy igénybe vettél egy szolgáltatásunkat, te jövedelmet is létrehozhattál. Érted? Méghozzá egy olyan dologból, ami nem olyan, hogy az ember utálja csinálni. Érted? Tehát maga a hálózati értékesítés a világon, bármit értékesítenek benne, az azok részéről, akik értékesítenek, tehát mondom, bármit értékesítenek benne, még akár etikátlan dolgot is, bármit értékesítenek benne, azt látni, hogy azok az emberek, akik értékesítenek, azoknak a többsége az ilyen lelkes. Lelkes. Tehát lelkesen értékesíti. És itt van nekünk egy szolgáltatásunk, ami a világ legnagyszerűbb szolgáltatása, ami valaha volt, vagy ami várhatóan lesz. Érted? Miért a világ legnagyszerűbb szolgáltatása? Mert embereknek tudunk abban segíteni a tudással, a tudás révén, hogy az életüket könnyebbé, boldogabbá tegyék. Érted? És ha az ember úgy működik, hogy az életét könnyebbé, boldogabbá teszi, akkor itt vannak ezek a területek, mi gondoskodunk arról, hogy ezeken a területeken boldogabbá tegye az életét. Érted? És ha elakad, segítünk nekik abban, olyan formában, hogy itt nyilván tanácsokkal, nem megoldunk helyettük dolgokat, tanácsokkal, hogy mit tegyenek, hogy azon a területen boldoguljanak. És ez azt jelenti, hogy olyan dolgokkal segítünk, amiért leszülettünk, gondold végig. Az ember nem boldogtalanságért született. Vagy azt gondolja valaki magáról, hogy hát nekem azért kellett leszületni, hogy boldogtalan legyek ebbe az életben. Hát, ez eléggé depressziós hozzáállás, csak úgy mondanám. Szóval, ha valaki ezt gondolja. Tehát ugye a legtöbb ember biztos, hogy azt gondolja, hogy hát azért születtem le, hogy boldogan éljem az életemet, nem? És hát ahhoz képest, hogy nem boldogok az emberek.